Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! . 2017 áprilisától számítva kétszeres bajnoki ezüstérmes atomerőmű KSC Szekszárd női csapatának összesen háromszor sikerült legyőzni a bajnoki címvédő Euróliga ezüstérmes Sopron Basket csapatát. Új évad, új remények, új légiósok mindkét oldalon, ám az történt most is, ami az eddigi egymás elleni meccsek többségén, a Sopron nagyobb játékereje a második félidőben már kidomborodott. Egy fél időn át nagyon is éltek a szekszárdi remények, az idei új játékosait a tőlük már megszokott módon az amerikai szűkebb elitből igazoló Soproni Basket a bajnoki címvédő elleni hazai csúcsrangadó. Fegyelmezettség, kemény és figyelmes védekezés jellemezte a fehér szerelésben játszó szekszárdi csapatot. A kisemberek betöréseikkel dobóhelyzeteket teremtettek, előbb önmaguknak, vagy éppen az ittszerben lévő jól elmozgó társaknak. Magas színvonalú játék folyt a pályán, három pontos szekszárdi vezetése a félidőben. A folytatásban, mind támadásban és védekezésben jelentős fölénybe került váratlanul a jól láthatóan több nemzetközileg kiemelkedő tudással rendelkező zöld-sárga soproni alakulat. Valójában a harmadik negyed végén 15 pontos soproni vezetésnél el is dőlt a nagy hazai csúcsrangadó, 67-56-ra nyerte a végén a meccset a vendégcsapat. Az előző Euroliga mérkőzésünkhöz képest nagyon feljavult a védekezésünk. Tudtunk egy pár könnyű kosarat szerezni szerzett labdákból, illetve azt hiszem, hogy amikor zóna védekezésre váltottak, jól megtaláltuk az üres pontokat, és sokkal koncentráltabban játszottunk, mint az előző mérkőzésen. Én azt hiszem, hogy ez volt a kulcs. Ezzel azt is kimondta a soproni csapatkapitány, hogy a KSC Szekszárd az első félidőben olyan, még jobb teljesítményre is volt képes, mint a soproniakat hétközben az Euroligában legyőző olasz bajnok. Persze ez nem vigasztalta a szekszárdi ezen a meccsen a legeredményesebb és egyik legjobb játékost, a 14 pontot szerzett Gereben Líviát, aki sejti, mi volt a visszaesés oka, túl azon, hogy a Sopron ráerősített és hozta önmagát. Nyilván szomorúnak kell lenni, mert minden sportember nyerni akar, főleg egy ilyen rangadón. Úgy gondolom, hogy az első fél idő után nyilván egy nagyon nagy csalódás volt egy rosszabb harmadik negyed, ahol sikerült meglépni a Sopronnak. Sajnos ezután már csak futottunk az eredmény után. Ki kell küszöbölni a hibákat. Szerintem voltak jó pillanatok a mérkőzésen, úgyhogy tovább kell menni, és remélem, hogy legközelebb sikerül visszavágnunk. Több hibát követtünk el, a Sopron agresszívabban jött ki, mint az első félidőben. Ettől egy kicsit megijedtünk, sok lett az eladott labda, amiből üres ajtóablak zicsereket kaptunk. Sajnos ez így sikerült, ebből is tanulunk. Az is fontos a soproni győzelemben, hogy a 208 centis fiatal soproni center Határ Bernadett is a szó átvitt értelmében ezúttal föl tudott nőni nagy tudású játékostársaihoz. Igazából a csapatvédekezés, hogy jobban összeálltunk, jobban összedolgoztunk, kizártunk, és ezáltal volt lehetőség nyílt a lepattanókra. Ezeken a mérkőzéseken kell megmutatnom azt, hogy én hogy tudok játszani és hogy tudok teljesíteni. Úgy gondolom, hogy ezt majd az edzőm eldönti, hogy hány percet szeretne nekem szánni. Dolgozom és meg kell harcolnom minden egyes másodpercért. A szekszárdi szakvezető amellett, hogy elismeri, az ellenfél kerete erősebb, mint csapatáé, és előrébb is tart a munkában, azért kissé dühös volt a csapat zónavédekezésének második félidei hirtelen szétesése lyukassága miatt. Második félidőben alapul történt ez, hogy úgy viselkedtünk, mintha elfelejtettünk kosár labdázni, elhattunk labdát kézből, amit szerintem nem kell, és sokszor csapran dobott gólokat második szándékból, azt jelenti támadó lepoton után. És sajnos ez a harmadik negyedben
elveszítettünk teljesen ott koncepció, mit szeretünk támadni, stb. Negyedik negyedben újra mutatunk, ki vagyunk, mi vagyunk. Korai fázis ez az egész. Kell mondanom, hogy ez a meccseket kell használnunk, ahol fejlődünk, mert látszik, miben tudunk fejlődni. Ehhez nagy segítségül szolgál az Európa Kupa heti rendszerességű, folyamatos nagy igénybevételt jelentő mérkőzés sorozata, amelyben a tavalyihoz hasonlóan újra szeretne a legjobb nyolcig eljutni az atomerőmű KSC Szekszárd női csapata az első kör után. 5 évre visszatekintve a legtöbb mérkőzés változatos, kiegyenlített nagy csatát hozott a völgységi két szomszédvári rivális, a Bonyhád és a Majos között. Így például a legutóbbi nyári megyei Magyar Kupa meccs is, melyen 11-esek döntöttek a továbbjutásról. Az idei megyebajnokság első találkozója azonban meglehetősen egyoldalúra sikeredett, amiről elsősorban az ezúttal fehérmezben játszó majosiak tehetnek, akik mind elől, mind hátul meglehetősen gyenge játékot mutattak. Mindenki, aki számít, mindkét oldalon egy-egy lábadozó játékos kivételével felépült a megyei futballélet legnagyobb múltú szomszédvári ütközetére, a Bonyhád-Majos foci csúcsra, a szurkolók által elnevezett El Clásicóra. A Magyar Kupa megyei selejtezőjében még augusztusban nagy meccset vívtak egymással a felek, és sokáig emlékezetes marad, hogy a nagy esélyes Bonyhád csak az utolsó percben mentette döntetlenre a meccset, és az azt követő büntető párbaj megnyerésével ejtette ki a Majost a kupából. Ebbéli élmények hatására, no meg a múlt történései alapján most is kiegyenlített csata volt kilátásban, ám a pályán történtek egészen más mutattak. Még a bonyhádi híveket is meglepte a Majos erőtlenül gyenge, veszélyes támadás vezetésre képtelen játéka. Miután egy sima, nem kis zakóba pújtatta a Bonyhád a város nyugati határszélén elhelyezkedő, vele szoros kapcsolatban álló majosiakat. Volt is bizony szemlesütött öltözőbe vonulás a végén, a 0-4, de annak körülményei okán elsősorban. Talán az első 20 percben voltunk partiba, utána egy felesleges hibába megjött a vezetés, onnantól például egyére volt a mérkőzés. Hát sanszunk nem volt. Minden, a játék minden tekintetében lejátszottak minket, akarásba, agresszivitásba. Eredményesé most 3-11-es, igazából bele se lehet kötni, bár én a másikat, a Hegedűs kiállítását kicsit túlzónak tartom, de nem ezen múlott. Most nem 4-0, akkor 3-0. Egyértelmű volt. A feladás, a hitehagyott játék, a beletörődés eddig nem jellemezte a Majost. Ezzel a mentalitással, küzdő szellemmel bizony nem lehet eltüntetni a két csapat között meglévő tudáskülönbséget. Még a Bonyhád komoly játékosokat, ugye Udvardi, Dalos, Preininger személyen komoly játékosat hozott, azért nekünk azért a Dénesen kívül nem sikerült, Mányokra jöttek, nekik azért idő kell, más egy Majosba játszani, más egy Mányokba, ehhez idő kell. Körül Roland csapata viszont hétről hétre, hónapról hónapra javul, az említett MB3-as szintűekből, a régi alapemberekből, valamint az újakból egyre ütőképesebb és olykor stílusosan is futballozó csapat fut ki a pályára, amely komoly üldözője a rajta kívül még a bajnoki címre pályázó listavezető Tamásinak, és csak nála egy ponttal kevesebbet gyűjtő Tolnának is. Abszolút mértékben megvalósult, amit szerettünk volna. Már a héten is úgy készültük, hogy próbáltuk a csapatot motiválni. Én azt gondolom, hogy ezzel az utóbbi időben talán egy kicsit a hadilábon álltunk, de most ez jól sikerült, és tényleg abszolút megérdemelten nyertünk, azt gondolom még ilyen arányban is. A 4 gólból 3-11-esből egyáltalán nem vitatható büntetőből született, amiből 2-t a nagy kedvel játszó Bölgyi Péter értékesített. A harmadikat is ő rúgta volna minden bizonnyal be, de ekkor már nem volt a pályán. Ugyan 3 büntetőből szereztük a gólokat, plusz egy akciógól, de mégis azt érzem, hogy amúgy is szerintem jöttek volna a gólok, és szerintem abszolút megérdemelten és simán, és az is mutatja a csapat erejét, hogy hátul Szabó Szilárd kapusunknak szinte nem is volt dolga. Hosszú a bonyhádi kispad, komoly versenyhelyzet, egyes posztokon a csapatba kerülését, és kopogtatnak a fiatalok is. Jól megy a játék, keményen edzünk, és megvan az eredménye ennek. Reméljük, hogy minden erősebbek tudunk lenni még, ennél is. Szeretnék mindenképpen bekerülni a csapatba, ez nem lesz könnyű, hiszen jó játékosok alkotják ezt a csapatot. Mindent megteszek edzésen, és kiderül majd az edző mit gondol. Nyilván az a célunk, hogy ezzel a csapattal bajnok esélyesek maradjunk, és hogyha ez így folytatódik tovább, akkor azért azok is leszünk. Én azt gondolom, hogy mindig azt gondolom, hogy biztos lesz olyan meccs, amikor nem jön össze, vagy nem úgy állunk hozzá, és
esetleg vereséget is szenvedünk, de ezen a meccsen is látszódott, hogyha koncentrálunk, odafigyelünk, és akarjuk a sikert, akkor ebből az osztályból bárkit meg tudunk verni. Majoson meg kiderülhet, hogy átmeneti, de múló hullámvölgyről van szó, mint korábban rendeződnek előbb-utóbb a dolgok. Ellenkező esetben bizony át kell értékelni a helyzetet. Esetleg lejjebb tenni azt a bizonyos mércét, amit az elmúlt években ők maguk raktak magasra. Lövészettel egybekötött családi napot tartott a Paksi Diana Sportlövészklub a Biritói lőtéren. Ilyenkor a családtagok, barátok is benevezhetnek a versenyre, mely nagy népszerűségnek örvend. A verseny után az újonnan érkezett 22-es kispuskákat is kipróbálhatták a résztvevők. A lövészetre mintegy 60 nevezés érkezett a Diana Sportlövészklub családi napján. Ilyenkor családtagok, barátok is puskát ragadnak. Különleges élményben lehet részük. A tavaly megválasztott új elnök nem változtatott a jól bevált hagyományokon. Továbbra is évente kétszer szerveznek családi napot, ezen belül pedig lőversenyt. A sokadik alkalommal kerül ez a szokásos évadzáró családi napunk, gyakorlatilag egy kis házi lövészettel összekötve, illetve főző kolbásztöltő versennyel összekötve. Elég sokan voltunk most is kint, 14 csapat, több mint 100 ember vett részt a mai rendezvényünkön is, és a lövész versenyen pedig olyan kb. 60 fő. Sikerült új puskákat is beszereznünk a klubnak, ezért most az újdonság varázsával hatottak az emberekre általában. Kicsit jobbak, mint a régi 40-50 éves régebbi klubfegyverek voltak. CZ-n egy 4-55-ös 22-es kispuskák, tehát a nagyjából hasonló jellegűek, csak hát újak nyilvánvalóan, és jobb minőségűek sokkal, mint a régiek voltak. Családilag minden évben jövünk ki. Édesapám úgymond alapító tagja gyakorlatilag ennek a lövészklubnak. A tavaszi és az őszi családi napra mindig eljövünk. Kispuska verseny szokott lenni. Most is lehetett lőni, ilyenkor a gyerekek is, a női-férfi verseny, és ebben mindig megpróbálom, hogy több kisebb sikerrel. Most éppen annyira nem sikerült, tavaly sokkal jobb eredményt értem el, de hát nem a top kategória. Verőfényes őszi napsütésben telt a rendezvény. A nőknél Tar Éva, a férfiaknál Hak Béla, ifjúsági kategóriában Íjas Nándor diadalmaskodott. Légpuska és kispuska versenyen vettem részt a mai nap folyamán. Nagyon tetszett, és minden évben szoktunk jönni, amikor meg van rendezve ez a nap. Jól éreztem magam. Hát a légpuska versenyen az volt a baj, hogy nagyon, vagy hát, hogy rosszul lőttem, mert menni kellett a kispuska versenyre, és elkapkodtam, és ott nagyon rosszul teljesítettem, de most versenyeztem legelőször kispuskából, és ott úgy magamhoz képest jó eredményt értem el. Niklé László, egykori válogatott versenyző, aki az elöltöltős fegyveres világbajnokságon történelmi kategóriában negyedik helyezést ért el, épp Charles Bor versenypisztolyát mutatja nekünk. Az angol királyi családnak készítettek fegyvereket a múlt században. Kiváló minőségű párbajpisztolyokat készített, és ez annak az egyik pisztolynak a hiteles másolata. 36-os kaliberi, rendkívül pontos, precíz fegyver. A világon nagyon népszerű mindenfele. Új 22-es kispuskák érkeztek a klubhoz, így az eredményhirdetés után többen ki is próbálhatták. Persze fültompítóval, mert hogy jó nagyot szólt. Jövőre akár nemzetközi cyclocross versenyt is rendezhet Szekszárd. Ebben az esetben a korábbi helyszín, Sötétvölgy újra előtérbe kerülhet a belvárosi Baktai pályával szemben, ahol legutóbb magyar kupa futamot rendezett a hazai szövetség. Cser Gáborral, a terepkerékpár szakák szövetségi kapitányával erről és a téli olimpia műsorába kerülésért hajtó sportág aktuális helyzetéről is beszélgettünk. Bejött ez a baktai helyszín, amit a Szekszárdi Sportközpont két évvel ezelőtt kitalált, a kerékpáros berkekben is egyre népszerűbb cyclocrossra, magyarán a terepkerékpározásra. Olyannyira jól sikerült a tavalyi premier, hogy a Magyar Kerékpárosok Országos Szövetségének szakági vezetése újra itt rendezte a Magyar Kupa egyik futamát. Mondhatni a lehető legteljesebb érdeklődés mellett.
Én már gyerekkoromban versenyeztem Szekszárdon, én Sötétföldben volt még annak idején 98-99-ben a magyar bajnokság, tehát mondhatjuk meg a Gemenc Kupa természetesen, tehát gyakorlatilag azért Szekszárd ez egy fellegvára így a kerékpársportnak ma Magyarországon. Más ez a terepkerékpározás, mint az országúti versenyzés, vagy a pálya, de mégis azok dominálnak itt is, akik már az országúton, hegyen, vagy éppen a pályán már letettek valamit az asztalra. Szekszárdon még most inkább nagyon sok fiatal versenyző van. Régen ugye a Madaras Zolti volt, aki crossozott, tehát most gyakorlatilag most még felnőttben, vagy azt mondom, hogy U19-ben még nem nagyon van, talán a Schneider Gabinak a fia. Meglátjuk. Nagyon változó, mert például a Burr Zsolti, az elit magyar bajnok, ő budapesti, vagy a Burucki Szilárd, ő már nagyon öreg, velem egy idős, ő is budapesti. Tehát, hogy azt mondom, hogy kicsit Budapestről érkeznek az a dominancia most, de ezért ez változhat. Ezen a helyzeten a szekszárdi ifjak kis idővel változtathatnak, révén, hogy több kategóriában is a sok közül több szekszárdi ezüstérem született, ami egy újabb bizonyíték, Szekszárd még mindig a kerékpársport városa, és nem csupán a két létező szakosztály és a Gemenci nagydíj közelgő 45 éves jubileuma miatt. Újabb sikeres verseny után nagy a valószínűsége annak, hogy jövő őszre vagy éppen télre felajánl Szekszárnak a Cyclocross Szövetség egy a magyar kupánál rangosabb versenyt is, olyat, amit esetleg újra ki kell vinni Sötétföldbe. Van a Cyclocrossban is C2-es, C1-es vagy világkupa. Lehet, hogy jövőre egy C-s versenyt fogunk tudni itt rendezni, meglátjuk. Igazából az adottságai megvannak a helynek, úgyhogy mondjuk inkább a C-s versenyt azt már inkább azt mondom, hogy a Sötétföldben kellene megrendezni, de persze igen, tehát hogy van erre lehetőség. Mivel a városvezetés is maximálisan zöld utat adott a kerékpársport ezen változatának, megeshet, hogy előbb-utóbb mindkét helyszínen lesz egy-egy verseny. A házigazdák győztek Mohácson és Kozármislenyben is a soros labdarúgó fordulóban. A Kozármislenny FC a Szeol gárdáját győzte le 2-1-re az MB3-ban, a Mohácsi TE1888 együttese pedig 4-0 arányban tudott nyerni a PVSK ellen, a Ginger Hungária Kft. Megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokság 11. fordulójában. Szombaton rendezték a Mohácsi TE1888 PVSK labdarúgó összecsapást. A nyárias időben csak úgy szórták a gólokat a házigazdák. A sort Schmidt Zsolt kezdte, aki a 13. percben megítélt büntetőt értékesítette, így lett 1-0 Mohácsiak javára. Még fel sem ocsúdott a PVSK, már is újra a pécsi kapuban volt a labda. Spannenberger jó 20 méterről talált be, így lett 2-0. A második fél időben is folytatta gólgyártását a Mohács. A 79. percben egy gyors kontrát követően Schmidt 16 méterről talált a PVSK kapujába, ezzel már 3-0 volt az eredmény. A 90. percben pedig egy baloldali támadás után középen Wappler kapta a labdát, és 8 méterről laposan a kapuba lőtt, és beállította a 4-0-ás végeredményt. Szerintem a korai gól az mindenképpen önbizalmat adott nekünk, főleg utána jött a második. Megvoltak a helyzetek az első fél időben, igazából a harmadik gólt vártuk nagyon, mert a 2-0 ugye a legveszélyesebb eredmény, de elég sok helyzetet kialakítottunk, úgyhogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, úgy gondolom. A mérkőzésen két gólt szerző Schmidt Zsolt elégedett volt a csapattal, és véleménye szerint nagyon megérdemelte már a gárda a győzelmet. Hát már nagyon vártuk ezt az áttörést, hogy meglegyen a győzelem hosszú idő után. Sajnos eddig nagyon rosszul szerepeltünk, nem mondom azt, hogy rosszul is játszottunk, nagyon hiányzott a játékból a gól, és ezért nem tudtuk megnyerni a meccseket. Ma be tudtuk rúgni a helyzeteinket, és ezért úgy gondolom, hogy egy sima meccset tudtunk játszani. Vasárnap az MB3-as Kozármislenny FC a találkozóig a harmadik helyen álló Szeol SC gárdáját fogadta. Az első félidőben rendkívül kiélezett volt a küzdelem, és gyorsan beállt az 1-1-es eredmény. A csapatok így vonultak pihenőre. A második játékrészben aztán többet támadtak a házigazdák, és a sok kihagyott helyzet után a 71. percben gyors kozármislenyi támadás végén megszületett a második hazai gól. A támadás Bekétől indult, a gólpaszt Tóth Márk adta a hosszú oldalon érkező Tóth Marcelnek, aki közelről a kapuba lőtt, így lett 2-1. Ezzel az eredménnyel ért véget a találkozó. Nagyon jó mérkőzést játszottunk a idézőjelben Mumusunktól, mert ők ellen állandóan minden mérkőzés kiélezett, nagyon küzdelmes mérkőzés.
feltérképeztük őket, és tudtuk, hogy mit fognak játszani, de másfélben a csapatom az olyan jó játszott és küzdött, hogy esélyt nem adtunk az ellenfélnek, hogy itt pont távozzanak. A másik fél időben nagyon játszott a csapat, nagyon szép gólokat rúgtunk még az első fél időben is igazán, de azt kell mondjam, hogy teljes mértékben megérdemelt a győzelmünk. Egy jó szállót tudtunk már legyőzni. A szegediek vezetőedzője szerint túlmerészek voltak az álmaik, de a munka nem áll meg a vereség ellenére sem. Az első fél idő szerintem az teljesen a miénk volt, én úgy éreztem, a másik fél időben voltak meleg pillanatok, főleg a második fél időben mondjuk az 50. meg a 60. perc között ott benyomott bennünket a Kozárm, és igazán nagyon-nagyon nagy helyzetük, talán egy kontránál volt, és aztán pedig ajándékozunk nekik egy gólt, úgyhogy tudjuk, hogy Isten igazából a legnagyobb erősségük az az, hogy az átmenetet azt rettentően jól csinálják, gyors embereik vannak. Azt nem bírjuk el, hogy egy pontrugás, ami viszont a mi erősségünk, hogy azt ilyen minőségben végezzünk el, és ebből kapunk nekem nálam, ez olyan, mint egy öngól. A Kozár Mislany FC a Honvéd vendége lesz hétvégén, a Mohácsi Téje 1888 pedig a Lovászhetényi FC-hez utazik. A PVSK következő mérkőzése a Termánszpá Siklós FC ellen lesz Pécsett. A kispályás labdarúgó diákolimpiai bajnokságot az első korcsoporttól a negyedikig az általános iskolás csapatoknak rendezik. A harmadik-negyedik korcsoportos lányok külön versenyeznek. Az őszi fordulókról még nem lehet továbbjutni, most csak selejtezőket rendeztek, de tavasszal már akár az országos döntőn is szerepelhetnek a csapatok. A nyitó és a záró forduló mérkőzésein jártunk. A teremtornák előtt októberben még szabadtéren zajlottak a kispályás labdarúgó diákolimpiai küzdelmek. Az általános iskolás fiú és lánycsapatok Kovács telepen 4 pályán játszották a mérkőzéseket. A játéknapokon összesen maximum 14 találkozót bonyolítottak le. A focik általában mindig jó sikerülnek, gyerekek nagyon szeretik, élvezik, kedvelik. Hát általában mindig az időjárás egy kicsit az befolyásolja a hangulatot, de most megúsztuk, a tegnapi nap volt egy kicsit kellemetlenebb, nagyon szép időben, nagyon jó kis meccseket láttunk, és hát ugye folytatjuk majd tavasszal. Hát az általános iskola minden korosztálya, tehát 1-től 4. korcsoportig, egész piciktől az első-másodikosoktól a nagyokig. Hát változó volt, a kicsiknél 3 csapat indult csak a legkisebb korosztályban, a többiben 6-8 volt, ahol 12 csapat is innevezett is indult, és ez csak a pécsi csoport. Ezen kívül van Pécsváradon még egy csoportunk, ott játsszák a meccseiket. Ott minden korosztályban még 4-4 csapat küzd azért, hogy bejussanak majd a városi döntőbe. A gárdáknál fontos, hogy a csapatmunkára, a jó passzokra figyeljenek a gyerekek. Az iskolai csapatok tagjai ugyanis nem feltétlenül ugyanannál az egyesületnél fociznak, sőt, vannak, akik más sportágat űznek versenyszerűen. Az első játéknapon mind a 4 pályán játszottak a csapatok. 2 csapattal érkeztünk, az 1-es korcsoporttal meg a 3-as korcsoporttal. Hát az esélyek azok minden évben változnak attól függően, hogy éppen melyik korosztály vagyunk. A fiatalabbak vagy, ugye, mert ez 2 évetől elállt ez a diákolimpia, úgyhogy hát próbálkozunk minden évben. Testnevelő tanárként vagyok a Jurisicsba, és van ilyen sportkör jelleggel foci, de azért igazolt játékosok is vannak bőven a sportkörön, és heti 2 órába mindegyik korcsoporttal. A lányoknál összevont harmadik-negyedik korcsoportnak rendezik a küzdelmeket, de játszhatnak alsósok is. Vannak olyan csapatok, akik már évek óta szerepelnek a diákolimpián, de vannak olyanok is, akik idén neveztek először. Hát a Pécsi Református Kollégium először veszünk részt a diákolimpián, mert van 3 olyan lányunk, aki már focizik a... Hol focisztok, lányok? Sportoldába, és akkor ennek alapján úgy gondoltuk, hogy benevezzünk, de ők még nagyon picik, ilyen 4., 5., 6. és így most a nagy 7., 8. ellen kicsit nehéz, de 4 évre tervezünk. A tavaszi városi döntőbe a selejtezők után korcsoportonként az első 2 helyezett csapat jut, de a legkisebbeknél már a selejtező maga lesz a döntő, ők már ott megkapják az érmeiket. A városi forduló után a megyei döntő, majd pedig a területi és az országos következik. Fontos változás, hogy tavaly óta minden korosztály számára kézilabda méretű pályán kiskapura rendezik a labdarúgó diákolimpiai küzdelmeket. 3 mérkőzést játszott hétvégén a PVSK Mecsekfűszért vízilabda csapata a Magyar Kupa selejtezőjében. Az A csoportba a házigazdák mellett a BVSC, az OSC és az UVS-e került. A pécsiek 1 győzelemmel és 2 vereséggel 3. lettek, így nem mennek tovább a negyed döntőbe.
Pécsett a PVSK meccsek fűszért rendezte a vízilabda Magyar Kupa A csoportjának selejtezőit. Az OSC, akik szombaton a BVSC ellen vereséget szenvedtek, de az UVS-ét legyőzték, vasárnap nagy csatában 11-9 arányú győzelmet arattak a házigazda PVSK fölött, így az OSC és a BVSC jutott tovább a negyed döntőbe. Most egy kicsit még azért hatása alatt vagyunk ennek az utolsó mérkőzésnek, ahol korán sem a tudásunk javát tudtuk kihozni magunkból, ez természetesen köszönhető a Pécs csapatának is. Hát az eredmény tekintetében és a mutatott játék tekintetében mondom, ezt leszámítva elégedettek lehetünk. Aztán legalább kijött néhány hiba is, amitől meg majd még jobb lehet a játéknak. A magyar vízilabda bajnokság az a világ legjobb bajnoksága. Nagyon nehéz, sok jó csapat van, nagyon nehéz trófeát nyerni. Nyilván minden jó csapatnak ez a célja. Három lényeges trófeát lehet nyerni a magyar vagy az európai vízilabda porondon. Az egyik a nemzetközi kupa, a másik a magyar bajnokság, a harmadik a magyar kupa. Nagyon rangos kupa a magyar kupa, nagyon rangos trófea, ezért mi mindent megteszünk, hogy megnyerjük. A PVSK egyébként szombaton a BVSC-vel szembeni párharcban 5 gólos vereséggel kezdett, majd 10 hétre verték az UVS-e gárdáját. Így vasárnap már csak az OSC elleni izgalmas mérkőzés maradt. Vegyes érzéseim vannak a három mérkőzés után. Nagyon örültem volna, hogyha ez a mai forma, ez a tegnapi BVSC mérkőzése jön ki, de azt gondolom, hogy igazából a papírforma érvényesült ezen a hétvégén. Ugye látszik, hogy az OSC kiemelkedik a mezőnyből, és a BVSC is egy nagyon masszív, nagyon jó csapat, viszont nagyon-nagyon hasznos volt mind a három meccs, rengeteget lehet belőle tanulni, és kell is. Most kezdődik majd a bajnokság, ott a saját erőviszonyunknak megfelelő csapatokat szeretnénk megverni, és szeretnénk az utolsó pillanatig harcolni a nyolcba kerülésért. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a lelkesedést, ezt a csupaszív játékot tudjuk játszani a bajnoki mérkőzésen, amit ma az OSC ellen játszottunk, akkor lehet rá sanszunk, de csak így lehet. Mi akkor lehetünk igazán eredményesek, hogyha ennyit dolgozunk egy mérkőzésen, mint ezen. Hogyha nem nézegetjük az eredményjelző táblát, hogyha nem foglalkozunk meccs közben azzal, hogy úristen, most három lövést kihagytam, mi lesz a negyedikkel, hanem tényleg tiszta szívből megyünk előre, igazi csapatként küzdve harcolunk egymásért, akkor azt gondolom, hogy eredményesek lehetünk ebbe a szezonba. Az látszik, hogy még rengeteg a hiba, szerencsére a csapatjáték az kezd összeállni, az egyéni hibákat pedig szépen ki kell venni a játékból, és akkor összeérhet ez a bajnokságra. A pécsi csapat csatlakozott a Merrák elleni küzdelem figyelemfelhívó kampányához, a Pink Októberhez, ezért a játékosok egész hónapban, így a hétvégi mérkőzéseken is rózsaszín pólóban vonultak fel a medence partján, és ugyanilyen színű fürdőnadrágban játszották a mérkőzéseket. Ennyi fért bele mai műsorunkba, jövő kedden találkozunk, addig is viszontlátásra!